És újra egy szép napos reggelre ébredtünk. Köszönöm szépen, Sütana. Szép a víz. Ahogy látjátok, kicsit alakítottam a grafikán. Mostantól majd így lesz. Az én szobában jobban nekem besítanak. Várjál, bejövök, megnézem. Ja, itt a nap felkeltére kezd pont. Az egy szép a napocska, kisüti a szememet. Na, menjünk. Mit is akartunk csinálni, mert olyan rég volt az utolsó rész. Ne dölt portál, de akarok ide rakni szembe. Ja, jó. Hozzá ide? Akkor ezt ide átrakom máshol. Ide. Mondjuk arra, nem, ott nem lesz jó. Két obszidiánok van, ez nem lesz elég. Kettő van csak. Hol a többi? Hét. Ja, hét! Még hozzá. Uff, honnan hozzá neked? Van nekem kék a kő, hogyha kiütöm. Nekem nem. Ez a repedése. Hát lehet, hogy az olyan... Várj, csak obszidián, folyóláva és folyóvíz, vagy állóláva, folyóvíz, vagy hogy van? Nem tudom, inkább... Öntsél vizet a lávatóba, amit találtál, azt jól. Én is az, azért kérdezem, azt akarom kipróbálni. Hát öntsél, de azt majd lesz valami. Jaj, elviszem a gyémánt sárkányunkat. Ellopod? Ellopom. Hát szerintem könnyebb lenne ezzel kibányászni. Mint ha mással lehetne. Na, lehet mással is, csak ezzel könnyebb. Érted? Mm-hmm. Szépen süt a nap. Ah, itt a lépcső. Lépcső. Égő zombik mindenhol. Na, menj innen, jön utánam a lépcsőn fölfelé és meghalt. Szegényke. Jaja. Eljön a víz. Nem tudja, hogyha kijön napra, akkor ő megég. Hú, világ, vagy mint a világítana a homok. Jó. Érdekes dolgok történnek nálad. Ahogy rásüt a nap. Ja, csillog. De szép az árnyékom. Jaj. Na, itt a víz. Veszek egy kis vizet, ráöntem. Tehát ez kő lett. Obszidiánnak indult, de kő lett. Á, ott az obszidián. Megint kő lett. Ura. 3 obszidián kell. Jó, 2 van. Ez az, megvan a harmadik, jó. Hozhatod. Viszem is. Igen, hozzad is, kapitány. De szépen körbe rakom, ne tört téglával. Hát nem csinálom. Ne tört tégla. Na, elkezdem kiütögetni. Kifölöd. Kifölömit. Ah, egy megvan. Én büszke vagyok magamra. Hát, gondolom. Egy gyémánt sárkányjal ki tudok ütni egy ezért. Obszidián. Lehetetlen. Lehetetlen dolgot megcsináltam. És megyek vissza. Remek. Nagyon szép a tenger. Hullámzik. Igazán? Igazán. Remek. Tudom. Tényleg azt akartok kérdezni, hogy mennyi blazerodunk van. Ja, elég lesz-e? Ezen azt mondják az összeset, de amúgy van 9. Na, az tök jó. Abból ja, csinál, 2-t nagy csinálok, aztán abból lesz 6 vagy annyi. Nem tudom, nem, hogy mennyi lesz egy darabból. 4. Egy darabból 2 lesz. 2? Akkor most csináltam, és most lett 4. Nem is fel tudjuk szedni újra, nem? Váldabból, szóval 4-ből van elég lesz. Fel tudjuk szedni, de még arra is gondolj, hogy a portálba is be kell raknunk. Ja, tényleg. Hát akkor még 2-t megcsináljuk, és még marad 5 darab lézradunk. Jó, oké. Okay. Minden. Tehát tudunk fogni majd. És 8 léz, azért elég lesz, várjál. Csak elég lesz, na dobjad. Vagy rakd be. Berakom a helyére. Most már csak be kell gyújtani. Ó, de szépen nézni. Van gyújtónk, azt tudom. Vagy hol? Nincs. Akkor nincs. Egyel. Akkor csinálj egyet. Már is. De pont egy hova kő van.
Mi is tudjuk, hogy mennyit kell összeszedni. Nem. Most még nem menjünk át szerintem. Ja, szerintem se. Már nem biztos, hogy ebbe a portálba lyukatnánk vissza. Ugye, kiderül. De most komolyan átmész, és hogy jössz vissza? Na, melyik portálnál vagy? Ott, ahol lementünk a vulkánba? Te. Az hogy lehet, hogy itt nincs portál? Kidobott egy olyan helyre, ahol nincs portál? Uh-huh. Az most komoly. Uh-huh. Nem, várj, itt mi? Hol? Itt van alattam. Kidobott a tetejére. A portál, csak félig benne van a falba a portál is. Tehát akkor nem az a portál, ahol, amivel lementünk a pokolba, nem az a lukat. Nem az előthöz rak. Ja. Mert ezt körbeszed emberre, legjövünk, akkor kirak. Tehát kirakod fölé. Érdekes. Próbálj meg akkor visszajönni, remélem ide fog lerakni. Bár nem még lesz, mert körbenézek újra itt. Jó, oké, hát te találkozom. Csinálok feljáratot. Oké. Hát én most nem megyek át, mert akkor nem tudna Balázs visszajönni, meg én se. Hogyha véletlenül nem ide dob ki a portált. Nézzük el itt. Hát nem lenne szerencsés. Zombi pigment, láva, glowstone. Hát, nem mondod, hogy láva is van. De a meglepően kevés ahhoz képest egyébként, itt közel van ja. Amúgy semmi nincs, csak az elve gombákat látok még. Az jó. Na majd te. Megnézzük akkor. Nem, a glowstone nem világít, jelen világít csak. Valami ez a világít. Ú, erre is volt a port? Nehogy eltévedjél pont most. Megvan. Meg kéne majd várnunk az estét, most már csak Enderman szemeket kell gyűjtenünk, igaz? És akkor na, várjam, megyek vissza. Jó. Remélyik egy. Itt vagy! Ez az. Tökéletes. A portál működik kipipálva. Azon. Tényleg nincsenek olyan zombik? Nem, utána rögtön fel kell az egészet. De jó néz ki. Mi az? Ezt sem most használtuk már. Ja. Hát az elég sokat használtuk szerintem. Igen, csak mi. Már régen használtuk. Az előző részben, amikor építettük a tornyot esetleg akkor. Hát a lépcső. Ez nem volt már régen. Igen. Hát na jó. Mondok okay. Hozzá. Akkor most már várnunk kell az estét. Harassuk rá az étel össze. Ja, mert az állatokat megetett. Mert a telmeket. Ja, várjál, ja. Mi van? Nem voltam egy fél percig, az 51 nedörreket összeszedtem. Mit ástál te ott egy egész hegyet? Na ezért, körbe ástam ugye a portát, meg lépcsőt ástam fel. Meghúzom a kart. Húzd meg a kart. Jön a búza. Hogy milyen szépen hullámzik a víz. Igen, ugye? Tök jó néz ki. Egy kerekes, hogy ilyen szép szögbe megáll. Folyhatna tovább. Elzártam. Oké. Beszélj. Elvárjál. Vissza... Ja, visszaültetem akkor. Ha már ide adtad. Hát most nem tud... De várjál, ez itt mindig tönkre megy. Igen, az az egy, kettő. Abba a sorba. De hogy miért? Ezt nem értem. Nem sem. Furcsa dolgok történnek itt a szántóföldön. Azt hiszem, hogy először remélt, hogy átmegy rajta a víz, aztán most néztem, hogy csak most. Igen. Ezt akárhányszor leengedjük rajta a vízet. Nagyon szépen megöntöztük. Túlöntöztük biztos, és azért. Lehet, kimerül a föld. Igen. Újra kell kapálni, mert a kapálban olyan tápanyagok vannak, amik regenerálják. Ja. Jó, megyek állatokat etetni. Lesz egy cukornádat is. Legyen a könyv. Te csinálj a könyveket amúgy. Ja, a könyveket jó. Vákatok le pár tehánat? Persze, nyugodtan. Mindjárt megetettem őket majd utána. Várj, ezt hagyd vágjuk a párat, hogy utána a kicsiket majd levágjuk. Oké? Okay? Ne, mert így meg több kicsi lesz, hogyha most etetem őket. Ja, tényleg igaz. Nézd meg a birkákat, szerinted etessem őket? Ne. Ezek itt nem tudom. Nézd meg rám!
Jaj, bagoltam egy kicsit. Jó, csak kicsit hát nem megjel. Igyekszem. Hoho, készüljön az este. Ajjá. Íjunk nem volt? Vagyis nyilunk nem volt? Tehát nekem csak egy nyilam van lesz. Nem szereztünk többet? Nem emlékszek. De azt már kajánk kis amúgy. Egyet levágom. Ja, nekem még van kettő disznóm húsnál. Székem. Jó, két székem van lesz. Most 31 székem van már. Akkor a felét ide adhatod. Most csak berakom őket égni. Oké, rak külön akkor, és akkor majd kivesszük. Oké, a gyorsában kiégnek. Van még valamelyikben? Szerintem már ebben van láva. Van benne láva, meg szén nem tudom, hogy van-e, de van itt. Meg kő is van még ezekben. De itt is van láva. Igen, kiszedem a követ. Hát most úgyse hát, kell már. Elég van, itt is van még bőr, jó van. Szóval cukornád. Könyvet akarsz akkor csinálni? Csinálok könyveket. Jó, van oda. Hát a csontparunk bőven van. Akkor nem kell papír, mindegy, lesz sok papír. Oké, majd térképet csinálunk. Nekem viszont még nem sikerült térképet nagyobbítanom. Hogy nagyobb körbe lássam a dolgokat. 23 könyvünk lett, de csak 3 papír van, úgyhogy kellett ennyi. Igen. Mennyi könyves polc kell még, hogy teljes legyen a készlet? Jó kérdés. Mindjárt megnézem, mennyi van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab könyves polc. Még akkor kell bőven. Csináltam még 7-et most. Jó, oké. Anyaség lehet most? Ja, kapát nem lehet enchantolni. Azt próbáltam. 14-es a maxa, hogy látom. Nyilván kapát. Beraktam a kajásba a hajzék könyvet. Úgyis úgy lesz, mint egy jégkrém szendvics. Na nézzük, milyen lett. Na, mindjárt több. 28-as szint. Még 4 kell, ugye? Tehát még ide 2, még ide is. Igen, úgy kéne szerintem. És akkor meg lesz a 30-as szint. De jó, 52-es vagyok. Tudom kányosan tolni majd jóságos cuccokat. 12-es, ugye jó vagyok? Várjál, enchantolom még az szint. De azt nem látom, jó? Várjál, enchantolok egy könyvet. Jó, oké. De... arra nem tudod megmondani, hogy miért rakjon, az a baj vele. Ödekel. Jó, oké. Szólj bele. Akkor maradok itt. Ezt megvárom, mi lesz. Most elhozadok egy egész könyvet. Szegény könyv. Mennyi jel meg szimbólum száll ebbe a könyvbe bele egyfolytába. Szívja magába a tudást. Ah, tudom, pont egy 12-es. Lord Poke ellenes könyvem lett. Rárakom a kardom. Ha megdobod a könyvvel a pókot, akkor ez már meg fog halni. Rakd már rám, hogy a kardomra, azért mert már nincs semmi szinten. Ja, jó, rárakom neked. És meg javítsd is meg a kardom, mert abszolút gyere, menjünk oda. Nem maradhat el semmi, aztán ezzel már van egy enchantolás. Adj, hát akkor megcsinálom neked. Kösz. Ja, rakjam rá meg, akkor javítsam meg, jó. Ja. Ja, kellene vasolni. Jó volna. Ide a könyv, ide a kard. Ah, nem is sok szint kell hozzá. Mert elmen elég szinten. Igen. Mondjuk 12 szint kell a javításához. 36-os vagyok. Ráraktam a izét, a pókos könyvet, és csak a sharpness-t mutatja rajta. És oda? Ráraktam a könyvet, és csak a sharpness-t mutatja rajta. Nézd meg! Mi lett a pókossal? Nem tudom. Hát nem lehet rárakni külön már ilyet. De hát akkor miért rakta rá? Két szintet hát, levet azért, mert ráraktam, vagy mennyit. Ez hogy lehet? Nem tudom. Ez nem igazság. Ez legalább megjavult a kajdon. Most elpazaroltam 12 szintet.
Én meg 15-öt kövök. Jó, de az, annak az egy nagy része a gravitásra ment. Igen. De amúgy is kellett. Jó van. Az enchantot vaskarra nagyon fontos. Igen. Na, gyerünk. Creeperök. Enderman sehol. Menjünk a sivatagba, gyere. Jó.